Jó napot kívánok mindenkinek! Farkaslak, a községhez tartozik Pálfalva, most nem Csíkpálfa, hanem Székelypálfalva. És itt vagyunk a polgármester úrral, alelnök úrral, a falu tanácsosság, községi tanácsosság, illetve a kivitelező cég képviselőivel. És polgármester úr, itt most ugye néhány napja találkoztunk pénteken a Malomfalván a templomnál, most itt is egy templomi munkálat van. Két szót esetleg majd még, hogyha tudnának mondani, hogy mi zajlik, mi történik itt. Szép napot kívánok! Én is mindenkinek örülök, hogy ismét találkozhattunk. Hát ugye valamikor fel volt újítva szépen a templom, de maga a vízelvezetés ez nem lett a legjobb, így most újra kell csinálni, vakolat le kell verni, egy új drénezést kell megcsinálni. Hát ugye a tető és az alap a legfontosabb mindig, illetve az alap és a tető. Erre tettünk le pályázatot, illetve tett le az egyházközség pályázatot a megyei tanácshoz, és nyertes lett a pályázat, és ezt köszönjük ezúton is. Hány templomotok van a községben? Hát most már láttunk egyet pénteken, most még egyet, még ezen kívül hány van? 10 van összesen, ebben benne van Szentcseden is a kápolna. Jó, esetleg a kivitelező részéről néhány szóba, így a közöttünk megállapodó pont fogjuk is hallani, hogy a munkafázisok, meg mikorra... A munkafázis az először az történik, hogy levárjuk a vakolatot, ami már fel van ázva, akkor mellette kiássuk, ledréneződik, kellőképpen az anyaggal, ahogy kell, elvezessük, ugye, egybe simítódik és meszelődik. Ugyanakkor a torony is meszelődik, és a lemez is le. És ön egyéni vállalkozó? Egyéni vállalkozó. És hányad magával szokott dolgozni? Harmad, negyed magammal. Negyed magam. Tehát itt igazából nekünk örökké ezért nagyon fontos, nagyon büszkék vagyunk az egyházi programunkra, mert ezen keresztül az ilyen kisebb családi egyéni vállalkozások azért hozzájutnak, nem? Munkálkoz az egyház támogatáson kívül. Így van. Itt egy érdekes történet van ennél az építésnél. Most jelenleg is milyen érdekes, mondtam, hogy az alap és a tető. Tehát az alap részét finanszírozódik a megyei pályázatból, és a tetőrész finanszírozódik a Farkaslak, a község polgármesteri hivatalának a pályázatából. Na, hát gratulálunk ehhez. Úgyhogy ez is egy közös munka. Alelnök úr, adom is tovább neked. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Hát igen, látjuk, hogy elődeink erős építményeket építettek, időtállóak, de van, amikor egy erős építménynek is az alapját meg kell erősíteni, meg kell védeni az ázástól azért, hogy ne kelljen teljesen a nullából visszaépíteni. És szeptember 27-én is ez lesz a feladatunk itt az Erdély Magyarságban, hogy ezt az építményt, ami az Erdély Magyarsági, az RMDS-t, az alapjaiba meg tudjuk erősíteni. Azért arra kérek és arra biztatok mindenkit, itt Pálfalva és Váralján, Farkaslak a községbe, de egész udvarrészéken vagy Hargita megyébe, hogy együtt erősítsük meg azt a közös építményt, ami egyrészt biztonságot is nyújt az erdély magyarságnak, másrészt pedig fejlődésre is lehetőségeket tud nyújtani. Köszönöm szépen, alelnök úr. Közben itt menjünk kifelé az útra, mert most a templom, hogy megtekintettük az úgy véletlen, mert nem volt benne a terben. Ellenben itt kérném a tanácsos urat, hogy néhány szóban mutassa be a falut. Ezt nem is tudom, hova csiktessük fel, tehát hogyha így meg tudnám fogni, és akkor az úgy rendben van. Hát itt sajnos, amikor 2008-ban oda kerültünk volt, akkor Lehel polgármester úrral végigjártuk oda a falut, tehát rengeteg utca volt, ahol nem lehetett járni sem autóval, traktorral, még el lehetett menni, de hála Istennek máig oda jutottunk, hogy minden utca járható autóval, mindenütt jó az út, még igenis jó, mert úgy mennek egy-egy, hogy olyan por van a falu között is, hogy nagyon. Hát vártuk, hogy hallottuk, hogy ez a megyei út most az idén neki fogódna, hogy csináljuk. Sajnos hallottuk azt is, hogy mi történt. Én ennyit tudnék mondani, de nagyon az emberek nagyon várják, nagyon por van, lássák önök is, tehát akár milyen lassan megy, úgyis nagy a szárosság, por van, kellemetlen mindenkinek, akik itt laknak az út mellett, kellemetlen, mert nagyon por van.
Köszönöm szépen. Igen, itt tehát én meg szeretném köszönni mindenkinek, pálfalviaknak, illetve a váraljaiaknak is azt, hogy odaálltak mellénk, amikor nekifogtunk ennek az útnak a tervezésének, és ennek az útnak nem jött volna létre a terve, illetve a beruházási szerződése, hogyha az udvarhelyszéki RND ezt nem tekinti ezt prioritásként, ezt az útszakaszt. Sőt, mi több, majd meg fogom kérni polgármestert, hogy ő is mondja el, hogy turisztikai szempontból is. Jó napot kívánok! Ez az összeköttetés egy milyen jelentőségi út lesz, és azt hiszem, hogy Székelyudvarhelytől Marosvásárhelyig majd itt lehet a legkönnyebben, legszebb útvonalon eljutni, a legrövidebb úton. És még lehetne sorolni ennek az útnak az előnyeit, ugye én lakához elérni, illetve az összeköttetés, ami lesz majd innen a Sóvidék irányában, Atyán keresztül, de a Gagy mente, a Küspőd mente. Tehát ez az út egy nagyon fontos útszakasz lesz. És sajnos, ahogy szokták mondani, ember tervezés, ha jó Isten végez. Nekünk most még az a, hát át kell menjünk azon a folyamaton, hogy ennek az útnak a megépítésénél számoljuk össze, hogy hányszor szakadt be az útszakasz, és akkor úgy jártunk ennél az útnál, mint Kőműves Kelemen, hogy mindig, amikor elkészült a terv, akkor rájött egy esőzés, vagy jött valami, és elcsúszott a talaj. Tehát többször volt ezen az úton talajcsúszás. Itt ez olyan az a talajszerkezet, hogy csúszik. Ha jól tudom, itt a templomnak is a támfalvát nem olyan rég kellett újjáépítsék, mert itt is ment, tehát mindenhol ment minden, és mozog. De elértünk végül oda, hogy a sokszori csúszás után is meglett a kivitelezési terv, és sajnos a munkálati szerződés tekintetében a cégek egymással elkezdtek úgymond versenyezni óvások és perek sorozatánál. Tehát ez az út már rég munkálat alatt kéne álljon, de ebben a pillanatban zajlik a kivitelezői szerződés tekintetében egy táblabírósági per. Én bízom benne, az ősz folyamán ez lejár. Tehát én tényleg úgy szeretném, hogy ebben az évben, nem ígérem meg, tehát aki most azt hitte, hogy azért jöttem ide, hogy szeptember 27 és megyei tanács elnök választás, és akkor ígérjem meg, hogy tejétek rám a pecsétet, és akkor 28-án itt megjelennek az úthengerek. Nem ezért jöttem el, hanem becsületesen, tisztességesen, ahogy többször eljöttünk ide, itt leültünk több helyen, és átbeszéltük a tervet, hogy mi a helyzet. Mind a két cég, úgymond akik versenyben vannak, cégcsoport tekintetében nem látom veszélyét annak, hogy az út nem készülne el, de én jobban örvendenék, hogyha az a cégcsoport nyer, amelynek részese községbeli vállalkozás is, vállalkozó is, hisz az 2 millió lejjel olcsóbb. Tehát szeretnénk, hogyha a legjobb árajánlatot adó nyerne. Egyelőre most a táblabíróságon támadta meg ezt a döntésünket a második helyen lévő cég, de ez is le fog járni. Le fog járni, mint a többi. Hány ilyen helyzetünk volt a megyei utaknál, hogy pereskedések zajlottak. A legfontosabb dolog az, hogy megvan a terv, megvan minden engedély. Sikerült még a villamosvállalattal is elérjük, hogy adják meg az engedélyeket. Úgyhogy ilyen tekintetben azt tudom mondani a várajaiaknak, az én lakaiaknak, és itt a pálfalvaiaknak is, hogy én bizakodok benne, tehát ezt a szót, hogy bizakodok benne, hogy ebben az évben ki tudjuk adni a kezdési parancsot. Ami azt jelenti, hogy utána körülbelül 2 év alatt ez az út meg lesz. És meg fogják látni, hogyha csak a tervezés tartott több mint 2 évet, és a kivitelezést kevesebb, vagy körülbelül 2 év alatt el tudjuk végezni, akkor nagyon túl leszünk már azon az időszakon, hogy úgy, ahogy itt jön ez a kocsi is, itt nyeljék a port, és legyenek gondok a szállítás szempontjából. Úgyhogy én mindenkinek kitartást kívánok, és meg szeretném még egyszer köszönni a elnök úrnak, Széki elnök úrnak, hogy ők ezt az útat a farkas lakiak kérésére nagyon fontosnak tartották. Fontosnak tartottuk, hiszen polgármester úr és tanácsos úr is nem telik el olyan hónap, de szinte nem telik el olyan hét, hogy ne hívnának fel, hogy hogy áll ennek az útnak a közbeszerzése, a helyzete, és éppen ezért léptünk is egy váratlant, hiszen mi megtámadtuk azt a döntést, amivel Bukarestből hol egyik cégnek, hol a másik cégnek, vagy cégcsoportnak adtak igazat. Azért léptük meg ezt a döntést, hogy le tudjuk rövidíteni azt az egész pereskedést, amiben most ez az út kivitelezése késik.
tanácsos úr mondta, hogy nagyon várják itt ezt az utat, és mi azt szeretnénk mondani, hogy van egy olyan szólásmondás, hogy akit várnak, az megérkezik, amit várnak, az beteljesül, készüljenek a megjelenésre, a megvalósulásra, és várják ezt, mert ha nem is most, és hogyha nagyon sok minden van, ami akadályozza azt, hogy gördülékenyen folyanak a munkálatok, a megyei önkormányzatban, elnök úrral, a tanácsos kollégákkal, a polgármester úrral és a helyi tanács támogatásával, azon vagyunk, hogy minél hamarabb tudjuk elindítani ezt a tényleg stratégiai fontosságú útvonalnak a megépítését. Igen, és most, hogy lehetőség, ugye ameddig a kivitelezési munkálatra a közbeszerzés zajlott, nem volt jogosítványunk arra, hogy költsünk közpénzt a karbantartására ennek az útnak, és köszönöm a tanácsos úrnak, polgármesternek, alelnök úrnak, hogy jelezték, hogy tarthatatlan a dolog, és most, ha kevés is a pénzünk, de a járhatóság biztosítása érdekében együttműködésben a községgel tegyünk ide pénzt. Úgyhogy most ezen az úton láthatják, hogy porosz, de nem esik ki a kerék, illetve hát lehet közlekedni. Most jelezték, hogy menjünk Énlaka felé, mindjárt érnek az Énlaki szakaszig el a kivitelező cég, aki a karbantartás keretében a járhatóságot biztosítja. Tehát azoknak szeretnék üzenni, aki most ezen az úton mostanában nem járt, hogy most jöhet, poros az út, de nem gödrös, és ez erre az adott lehetőséget, hogy most egy pert elkezdtünk, és ugye addig felfüggesztődik minden folyamat, és ezt az időszakot kihasználva tesszük járhatóval az ősz folyamára, és én bízom benne, hogy már az ősz végétől arrafelé nem mi kell karbantartsuk ezt az útszakaszt, hanem az a cég, amelyik nyertesévé fog válni ennek az útnak. Polgármester, még emlékszek erre az épületre, ha jól emlékszem, még a tetején még én is adogattam cserepeket. A Kaláka programnak a részeként is az elején, aztán persze utána már jöttek a több lehetősége, EU-s pénzek, stb. De itt sok mindent csináltunk Kalákában, nem a községben? Hát igen, itt a templom, rengeteg ilyen közös program volt, és szinte minden faluba történtek Kaláka megvalósítások, ami úgy érzem, hogy a közösségnek az erejét is mutatja, de ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy az emberek önmaguk is tenni szeretnének a környezetükért, és ezért nem sajnálva se időt, se pénzt, se fizikai munkát oda állnak, és igyekeznek ők is abba segíteni, hogy haladjunk előre. Itt, ha megnézzük, tényleg most a templomnak a problémái megoldódnak, az iskolánál még a felső ablakok cseréje és a színezése van hátra, az ősze. Itt is vízelvezetés problémáink voltak, nagyon ázott az iskola, hál' Istennek a sikerült a nyáron megcsinálni szárazságba. Ha nézzük a plébániát, a kántori lakott, tovább a kultúrotthon, tehát hogy a támfalak megépültek, várjuk a tényleg nagy izgalommal, hogy elinduljon az építkezés, mert az igazi fejlődést úgy érzem, hogy mégis egy ilyen főútvonalnak a megépítése tudja jelenteni egy-egy településnek, és amint az előbb hallatszott a háttérben, hát jó kemény dzser meg zsivaj van, ez azt jelenti, hogy van jövője a településnek. Visszaköltözni a városból, mert ugye mi azt mondtuk, kisfalu program, víz, villany, út, kultúr, templom, konyha, stb. Mennyire jellemző? Van-e sok eladó ingatlan, vagy azért most... Hoppá, rossz hét tudok közölni önökkel, mondja a tanácsos úr, hogy nincs eladó ingatlan. Pedig pont most azt akartam, hogy ajánljam a fiataloknak, mert ez Székelyudvarhelytől kocsival mennyi? 10 perc? 15. A város végétől, ne a központot beszéljük. Tehát a város végétől, igen. A város végétől, sajnos a központról még nem tudunk beszélgetni, de majd Dezsi László bízom benne tesz arról, hogy néhány perccel lehessen bejutni majd a városközpontba is, mert tényleg most mi késtünk innen, és sajnálom, de a városba nagyon-nagyon megrekedtünk. És ugyancsak ma a Farkaslakán, apropó város és forgalom, az előbb írtuk alá a szerződést a Transtour céggel, Demény Attila, ugye a cégvezető, akiknek ugyancsak, mint hasonlóan tegnap a csíki cégeknek aláírtuk a szállítási szerződést. Csíkba cégenként ez 20-tól 30 új munkahelyet, vagy a régi munkahelynek a megtartását, aki elengedte a buszsofőreit, azok számára új.
aki nem engedte, azok számára pedig a megtartáshoz ad lehetőséget. És pont arról beszélgettünk itt alelnök úrral is, elnök úrral, széki elnök úrral, hogy a tömegközlekedés az a következő olyan nagy prioritás, hogy ezeket az utakot mindenhol rendbe kerülnek, nem biztos, hogy mindenki kocsival be kell menjen, ahova szeretne, és ott megálljon az ajtó előtt, hanem lehet, hogy a városainknak a gondjait és az egész rendszerben gondolkodva egy tudatos, egy zöld megye érdekében a tömegközlekedésre egyre nagyobb hangsúlyt kell fektessük. Nem tudom, valamit ehhez mondasz. Az, amiről beszéltünk, az a Metropolis övezetnek a kialakítása, ha bár nem is vagyunk Metropolis, ami Székelyudvarhely központtal a környező önkormányzatokkal, Felsőboldogfalva, Fenyét, Zetelak, a Oroszhegy község és Farkaslak a községgel közösen, együttműködésbe, közös frontot alkotva lehet megoldani nagyon sok mindent a tömegszállítással kezdve, a bicikli utak összekötésével folytatva. Nagyon sok lehetőség van, ami egyrészt segít a környező községek lakóinak, de leveszi azt a terhet a városi forgalomról, ami ma jellemzi Székelyudvarhely közlekedését. Ez a jövő. A jövő az együttműködésben rejlik, a jövő abban rejlik, hogy közösen gondolkodjunk és közösen cselekedjünk. De erre a kinyújtott kezet valakinek el kell fogadja. Itt a környező önkormányzatok, ahogy Farkaslak, a község is a kezét már évek óta kinyújtotta. Adják meg azt a lehetőséget a székelyudvarhelyi emberek és a környező települések emberei is, hogy olyan vezetése legyen Székelyudvarhelynek és a környező településeknek is, akik ezeket a kezeket megfogják. Mi a megye önkormányzattól alig várjuk, hogy egy ilyen társulásba be tudjunk lépni, alig várjuk, hogy egy ilyen helyi kezdeményezést meg tudjunk erősíteni, rá tudjunk erősíteni. Sőt, egyértelmű, tehát pont ezt is beszéltük, hogy ezt sokkal hatékonyabb megye szinten, mert nem is tudtam azt, hogy ahhoz, hogy működjön 10 busz kell, 10 rezerva, tehát tartalék, stb. Tehát Csík, Szereda, Gyergyószent Miklós és Székelyudvarhely városainak a polgármestere végre őszintén, baráti módon tudna leülni és együtt beszélgetni, kezet fogni, közösen tervezni, akkor a tömegközlekedés a megyében sokkal könnyebb lenne, úgyhogy ilyen tekintetben bizakodóak vagyunk Csík, Szereda és Gyergyószent Miklós, Korodi Attila és Csergő Tibor tekintetében is, és kérünk ebben segítsenek. Itt zárásként még a polgármester úr még azt mondta, hogy néhány szót a vízről, vagy miről tudnám. Hát itt volt a kis vízrendszer, le lett téve a fővezeték, aztán ugye meg kellett várni, amíg... A kis vízprogram, az a megyei tanácsnak volt a 300 lélekszám alapi településen. Meg kellett várni, amíg megkaptuk mi is. Most igyekeztünk, ott lehet látni vissza egy aknát, tehát kivettük minden egyes lakónak az út szélére, hogyha jön az útépítés, legyünk rákészülve, és az ősszel szeretnénk beüzemelni ezt a vízrendszert, mert komoly gondok vannak itt is a vízzel. Jó, akkor az a fele a problémának, hogy a vízcsatornának, hogy ne legyen átvágás az út megépítése után. Igen, az megvan oldva. Jó, hát ez is látszik, csatorna hogy nincs. A dolgokat még nincs. A csatorna nincs, de arra van egy elképzelésünk. Tehát ez a másik, amit nagyon sokszor hallottunk az elmúlt időszakban, hogy miért van az, hogy leaszfaltoznak, utána felvágják az utat. Ezt általában Székelyudvarhelyen hallom egyfolytában. Bárhova elmegyek, hogy voltam egyháztanácsgyűlésen, voltam vállalkozóknál, civil szervezeteknél, minden. Mi van az, hogy leaszfaltozások utána jönnek, s vágják fel jövőbe? Tehát itt ezt kértük másként a településeknél is, és látják, hogy próbáljuk a dolgokat egymás mellé hozni, egy jó községvezetéssel, egy jó városvezetéssel, ahogy mondta a széki elnök úr, alelnök úr is, a megyei tanács vezetőségének könnyű dolga van dolgozni. Tegyék ezt számunkra lehetővé. Viszontlátásra, és kérem osszák meg ezt a filmet.